Kedves nézőim! Kellemes karácsonyt kívánok Önöknek! Geszti Glória vagyok, a Te a Glóriával című műsor karácsonyi ünnepi számát látják. Egészségről, életmódról, kultúráról beszélgetünk, és ilyenkor karácsonykor egy kicsit emelkedettebb hangulatban. Hogy mi mindenről is lesz szó ebben a mai adásban. Nagyon sokféle boldog karácsonyt fogunk kívánni. Rögtön az elején mesés karácsonyt a gyerekeknek, ahol megpróbáljuk egy kis bábfilmben, egy kis mesefilmben elmondani karácsony történetét, a karácsony misztériumát. Ezután a cantandóval fogunk barangolni a nagyvilágban, és régi karácsonyi emlékeket keresünk. Majd vidám karácsonyt kívánunk sejmekkel és dallamokkal. Egy festőművésznő és egy színművésznő lesz a vendégem, Zsombi és Rák Kati. Bemutatunk Önöknek egy kedves házas párt, akik együtt és egymásért élnek, és ez egy verses és nótás boldog karácsony kívánás lesz. Aztán a Te a Nézői Klub is ilyenkor karácsonykor mindig összejön, megajándékozzuk egymást, és szép ajándékot kaptunk a Pesti Vigadótól, hiszen ők láttak minket vendégül, és vezettek körbe ebben a csodálatos palotában minket. Erről egy kis filmet láthatnak. Azután boldog karácsonyt kívánunk a szeretet jegyében is, hiszen bennünk él a szeretet. Két csodálatos dalt hallgathatunk majd meg Ötvös Csilla operaénekestől. És záróblokként pedig azt hiszem, hogy Éliás Tiborral most egy kicsit másképp fogunk beszélgetni az egészségünkről, sok hasznos tanácsot adunk, és Éliás Tiborral is a muzsika hangján igyekszünk elmondani Önöknek, hogy milyen csodálatos is a karácsony. Kedves nézőink, a műsorunkat követhetik a Facebookon, a saját weboldalunkon, és természetesen várjuk az Önök telefonhívásait a már ismert telefonszámunkon 0620 9340 330. Kellemes szórakozást kívánok! Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lány, akit Máriának hívtak. Mária egy Názáret nevű falucskában lakott. Egy szegény áccsal, Józseffel volt eljegyezve. Egyik éjjel Gábriel arkangyal látogatott el hozzá. Mária hirtelen felriadt, mert a szobáját csodálatos fény töltötte be. Mi történik? Kérdezte Mária meglepetten. Ne félj, Mária! Mondta Gábriel arkangyal. Azért jöttem, hogy tudassam veled. Te leszel Isten fiának az édesanyja. Az angyal szavai nagyon meghatották Máriát, mert tudta, hogy Isten megáldotta őt. Jó néhány hónappal később a hatalmas Augustus császár, Róma uralkodója kihirdette. Mindenkinek vissza kell térni a szülőhelyére, hogy adót fizessen. Ez azt jelentette, hogy Máriának és Józsefnek Betlehembe kellett utaznia. Az út igen hosszú volt, és Mária gyermeket várt. Betlehembe érve megpróbáltak szállást találni, de a faluban minden fogadó tömve volt. József így imádkozott. Drága Istenem, nincs hol nyugovóra hajtani a fejünket, kérlek, segíts! Végül bezörgettek egy régi fogadó ajtaján. Nagyon sajnálom, mondta a fogadós. Az adófizetés miatt rengetegen érkeztek a faluba. A fogadó tele van, egyetlen üres szobám sincs. Kérlek, hallgass meg, könyörgött József. Egyenesen Názáretből jöttünk, és a feleségem terhes. Muszáj szállást találnunk. A fogadós elgondolkozott egy percre. Hát, talán mégis tudok segíteni. Nem messze innen az út szélén van egy istálom. Nincs túl jó állapotban, de ha akartok, ott megszállhattok.
József és Mária nagyon hálás volt. Bizony az istálló elég szokatlan helynek tűnt egy újszülött számára, de József tudta, hogy Isten nem hagyta cserben őket. Azon az éjszakán Máriának kisfia született. Takaróba pólyálta a babát, hogy meg ne fázzon, és a jászolba fektette. A jászol az egy olyan láda, amit a parasztok szénával töltenek meg, és abból eterik az állataikat. Ez volt Jézus első ágya. Ez alatt kint a domboldalon pásztorok őrizték a nyájaikat. Váratlanul az eget csodálatos fény ragyogta be, és az Úr angyala jelentve, mondván: dicsőség a mennyekben Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. A pásztorokat rémület fogta el, mert nem értették, hogy mi történik. Az angyal azonban így szólt hozzájuk: ne féljetek, mert ma éjjel Betlehemben megszületett a megváltó, Krisztus. Egy istállóban találtok rá, egy jászolban fekszik. Hirtelen az eget angyalok örvendező és éneklő serege töltötte be. Dicsőség a mennyekben Istennek! Így a pásztorok nyájaikat a domboldalon hagyva Betlehembe siettek, ahol pontosan úgy találták az istállót és a jászolt, ahogy azt az angyal elmondta nekik. József behívta őket, hogy megnézhessék az újszülött kisfiút. Hogy hívják a babát? Kérdezte a kis pásztorlegény. Jézusnak, felelte Mária. Ez az első karácsony története, amikor Isten elküldte hozzánk a fiát, Jézust. Shout.